Az európai parlamenti választások eredményei már hetek óta ismertek, a néppárti a legnagyobb frakció, ugyanakkor a döntéshozatalhoz szükségük van a szocialistákra, a zöldekre, illetve a liberális Renew Europe frakcióra is. Éppen ezért ma ez utóbbi egyik választott képviselőjével, Cseh Katkával fogunk beszélgetni. Én Tompos Márton vagyok, ez itt pedig a heti info. Tartsatok velünk! Ma tehát a vendégünk Cseh Katka. Szia, köszi, hogy itt vagy. Nagyon szépen köszönöm, és hát köszönöm a segítséget annak a több ezer aktivistának, aki a kampányunkban dolgozott, hiszen nem mi ketten nyertük meg ezt Annával, hanem az egész közösségünk. Szóval nagyon izgalmas évek elé nézünk, amikor titeket tudlak majd kint képviselni. Szuper lesz. Legelőször, hadd kérdezzem meg, a Momentum az ALDE-ba lépett be, és most mégis a Renew Europe frakció része. Mi ez az új név, mit kell tudni? Szerencsére a frakciónk nagyon kibővült a választások óta. Nálunk lett a legtöbb új képviselő, és a harmadik legnagyobb európai erővé váltunk, ami egy óriási lehetőség jelenleg. Rengeteg új párt is csatlakozott hozzánk, és a korábbinál jóval bővebb koalícióban tudunk dolgozni Európa megújításáért. Ezért is választottunk új nevet, hiszen most már nem csak a liberális értékek mentén tudunk együtt dolgozni, hanem más progresszív, centrista, európapárti pártokkal is közös platformon vagyunk, és ezt szeretnénk jelképezni. Egy olyan névvel, ami jóval bővebb, mint az előző. Te ebben a frakcióban alelnök vagy. Mit kell tudni erről a pozícióról? Mi az alelnök szerepe egy európai parlamenti frakcióban? Alelnökként fontos szerepem lesz majd a frakció politikai stratégiájának formálásában. Kiemelten jobban fel tudok szólalni majd, parlamentben több időm lesz, sokkal nagyobb ráhatásom lesz arra, hogy például a magyar jogállamiság kérdésében milyen szerepet fog vállalni ez a frakció, hogy mennyire határozottan tudunk majd kiállni a korrupció ellen, és mennyire erőteljesen tudjuk képviselni a jogegyenlőség és a sajtószabadság ügyeit is. Térjünk majd vissza Európa megújítására, ugyanakkor az utóbbi időben elég sokat lehetett hallani azt, hogy az Európai Unió kulcs pozíciói közül ugye Manfred Weber európai bizottsági vezetői szerepe hát megnyugni látszik, hogy finoman fogalmazunk. Hogy látod ezt az ügyet? Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy most már nincsen abszolút többség az Európai Parlamentben. Korábban a szocialisták és a jobboldali néppárt le tudta maga között osztani a pozíciókat egy sötét szobában fél óra alatt. Szerencsére most nem így működnek a dolgok. Tárgyalások vannak más frakciók között, szükség van ránk is, szükség van a zöldekre is ahhoz, hogy többség legyen. Éppen ezért most először a parlament egy értéknyilatkozat elfogadásán dolgozik, hogy az új bizottsági elnök elé le tudjuk rakni azt, hogy a parlament mit vár el tőle. Nagyon komoly szakmai tárgyalások mennek a háttérben, hiszen most tényleg nem csak egy emberről van szó, hanem egy vízióról és Európa jövőjéről is. Egyrésztről ezen is dolgozunk, másrésztről pedig tényleg keressük a legalkalmasabb jelöltet Európa vezetésére. Én őszintén szólva úgy értem, hogy az a Manfred Weber, aki még tavaly is itt kampányolt Orbán Viktor mellett, aki 9 évig szó nélkül tűrte azt, hogy a frakcióban szerepet vállaljon a jogállamiságot lebontó Fidesz, nem biztos, hogy a legjobb ember lenne Európa vezetésére. A mi jelöltünk amúgy Margrethe Vestager, egy dán volt EU-s biztos, aki nagyon határozottan védte az európai állampolgárok érdekeit, megbírságolt nagy cégeket, akik európaiak érdekeit sértették. Egy nagyon határozott karakán hölgy, és nagyon örülnék neki, hogyha ő lenne a következő bizottsági elnök. Nagyon fontos lenne tényleg az, hogy a súlyunkhoz megfelelően kapjunk lehetőséget arra, hogy a mi politikusaink is vezessenek európai testületet, akár az Európai Parlament elnöki pozíciójára, de Európai Tanács elnökségére, mindenhol vannak jó jelöltjeink. Persze most az első számú cél számunkra Margrethe Vestager pozícióját megszerezni az Európai Bizottság élén, de minden posztra jó jelöltjeink vannak, és nagyon fontos az, hogy most már nem lehet az Európa megújításában érdekelt erőket a szőnyeg szélére állítani, mert most már tényleg ott vagyunk az asztalnál, és én is, mint vezetőségi tag képviselni fogom, hogy olyan embereket választunk kulcspozíciókra, akik határozottan kiállnak a magyar ügy mellett. Tehát akkor van jelöltünk, van több jelöltünk is az Európai Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank élére. Tudsz esetleg neveket mondani, hogy kik ők?
Nagyon sok szeméről van szó, de én nem is annyira nevekről beszélnék, hanem eszmékről és ötletekről. Szerintem nagyon fontos az, hogy olyan embereket állítsunk kulcspozíciókba, akik Európát megerősítenék és hatékonyabbá tennék. Akik határozottabban kiállnak amellett, hogy az Európai Unió nem csak egy kereskedelmi szövetség, hanem egy értékközösség is. Akik nem hagyják azt, hogy bizonyos európai tagállamokban lebontsák a jogállamot, hogy visszaéljenek az EU-s pénzekkel, akik határozottan tudják képviselni az európai eszmét a populistákkal szemben. Én azt gondolom, hogy a neveknél sokkal fontosabbak az értékek. Térjünk egy picit vissza, ha már említetted Európa megújítását, illetve a magyar ügyet. A kormányzati propagandagépezetben megjelent a Renew Europe vezetőjének, Csolosnak a támadása, mondván, hogy ő magyar ellenes. Mit kell róla tudni? Hát Dacian Csolosról először is azt emelném ki, hogy ő az első kelet-európai, kelet-közép-európai vezető, aki az Európai Parlamenti frakció élére került, amióta az Európai Parlament létezik. Szerintem ez egy óriási lehetőség az egész régió számára. Ő amúgy Romániának volt miniszterelnöke, európai biztos is volt agrárügyekben, egy nagyon tapasztalt szakpolitikus, és hát nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az erdélyi magyarok jelentős részének élvezi a támogatását, ugyanis az európai parlamenti választáson az ő pártszövetségük korábban soha nem látott mértékekben szerezte meg az erdélyi magyarok támogatását. Nagyon sok településen az RMDSZ fölé kerekedtek, ez azt is mutatja, hogy az erdélyi magyarok számára kínált víziója valóban fontos és releváns azoknak, akik ott élnek. Ő amúgy azt támogatja, hogy a fejlesztés politikával támogassuk jobban Erdélyt, tehát hogy azok az autópályák valóban megépüljenek, amiket már régóta ígérnek, hogy magasabb életszínvonalon tudjanak élni az erdélyi magyarok, hogy jobbak legyenek a hétköznapi feltételek, hiszen avval tudunk valóban segíteni egy közösségnek, hogyha lehetőséget biztosítunk számukra a boldogabb életre, és emellett természetesen egy olyan pártként, akinek egy volt elnökük, amúgy magyar is volt, kiállnak a nyelvhasználat joga mellett, és támogatják az erdélyi magyarokat is a kibontakozásban. Jó, és akkor ha már populisták, illetve amit mondtad korábban, hogy zöldek, klímavédelem, pláne annak fényében, hogy Magyarország ugye nem támogatta a 2050-es Európai Uniós vállalásokat, hogy áll a Renew Europe a klímaváltozás kérdéséhez? Mit fogtok kezdeni ezzel az üggyel? Nagyon örülök annak, hogy a frakciónk egyre jobban klímatudatos, és nagy örömömre szolgál az, hogy közösen tudok dolgozni olyan emberekkel, mint például Pascal Canfin, aki a franciák listájáról jutott be, és a WWF-nek volt igazgatója, aki a WWF klímastratégiáját dolgozta ki. Egy nagyon határozott zöld hang a frakcióban, illetve Szlovákiából pedig Martin Hojsik került be, aki szintén az élén járt Szlovákiában a környezetvédelmi kérdésekben. Nagyon komoly szakemberekkel tudunk együtt dolgozni, és számunkra tényleg fontos az, hogy a klímavédelem egy Európai Uniós határozott kiállást követően valóban meg is valósuljon, ne csak szlogenekben. És én személyesen is szeretnék sokat foglalkozni azzal, hogy tényleg megtegyünk minden határozott lépést, ami ahhoz kell, hogy a bolygónkat megmentsük, hiszen tényleg most már sokkal nagyobb a tét, mint bármennyien is elképzelnénk. Nagyon fontos az, hogy a hétköznapjainkban megjelenjen a klímatudatos, környezetvédelmi hozzáállás, hogy tényleg ne repüljünk feltétlenül, én is elmentem vonattal Brüsszelbe például, és hogy fejlesztjük tényleg azokat a területeket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ez hosszú távon is opció legyen. Hiszen természetesen egyszer el lehet menni 20 órán keresztül vonattal Brüsszelbe, de hosszú távon ez nem egy opció a közlekedésre. Ugyanúgy az sem opció, hogy a fenntartható életmód sokkal drágább, mint hogyha valaki csak a elétett gyorséttermi menükből enne, például az, hogy az elektromos autókat ennyire drága még mindig megvenni, hogy ilyen kevés a töltőállomás. Abban kell segíteni, hogy a hétköznapi életben is jobban meg tudjanak jelenni a zöld értékek. Katka, a legvégére. Nyilván alelnökként van tengernyi feladatod, illetve ott van Anna is, tehát hogy összetudtok hangolni mindenféle kérdést. Látsz-e már valamit, vannak-e már olyan ügyek, amiket te fogsz vinni a közeljövőben, vagy akár közép-hosszú távon? Természetesen számomra fontos az, hogy én a magyar közéletben legalább annyira jelen legyek, mint az európaiban. Éppen ezért nem is tervezek kiköltözni, ingázni fogok Budapest és Brüsszel között. Lesz kint egy lakásom, de alapvetően azért itthon lesz a bázis. Én azt gondolom, hogy Annával azért fogunk tudni jól együttműködni, mert kiegészítik egymást az érdeklődési köreink. Anna fog foglalkozni valószínűleg a
jogállamisággal foglalkozó bizottsággal, a munkaügyekkel, és én pedig a korrupció elleni küzdelemmel, a regionális fejlesztéspolitikával, és az innovációval, fenntarthatósággal. Szóval nagyon örülök annak, hogy Annával közösen tudjuk képviselni azt a több mint 300 000 választót, aki nekünk adta a bizalmát, és a maradék több millió embernek pedig meg tudjuk mutatni, hogy tényleg mi vagyunk az új politikai alternatíva, és hogy európai eszközökkel igenis el tudunk érni változást Magyarországon. Katka, szuper, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon sok sikert, és gratulálok még egyszer a pozícióhoz. Köszönöm szépen, Marti. Nektek meg köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha van bármilyen kérdésetek Katkához, vagy a Momentumhoz, akkor tegyétek fel egy kommentben, és remélhetőleg találkozunk pár hét múlva. Sziasztok!